átfogó ellenőrzést tartott a vármegyei rendőrség az utakon a húsvéti időszakban. A március 29-től április 1-jéig tartó 4 napban kiemelt figyelmet szántak az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére. Körülbelül 4500 főt ellenőrztek gépjárművezetőt, és ebből a 4 nap alatt gyakorlatilag volt 10 bűncselekményi értéket fújt állampolgár, aki gépjárművet vezetett. Ezáltal nekik egy büntetőeljárás keretében fogják vizsgálni az ittas járművezetést, illetve mellette még volt gyakorlatilag 19 fő, aki közigazgatási értékre fújt valamit a szondárba, ami azt jelentette, hogy volt, aki 39 ezer forintos bírságot kapott, mellette 6 büntetőpontot, illetve volt, aki 130 ezer forintot, és mellette 8 büntetőpontot kapott az által elkövetett jogsértés miatt. Az ittas sofőrök kiszűrése mellett az általuk okozott személyi sérüléses balesetekről is vezet statisztikát a rendőrség. Személyisérüléses balesetek történtek, igen, de ami pozitívum ebben a húsvéti 4 napos ellenőrzési sorozatunkban, illetve a 4 napra vonatkozólag, hogy a személyisérüléses balesetek során itt a járművezető nem követett el személyisérüléses közlekedési balesetet. A vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt negyed évben több mint 14.200 gépjárművezetőt ellenőriztek térségünkben, ebből pedig összesen 81-en fújtak pozitív értéket a szondáztatás során.